Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Jólander vagyok, és ma YouTuber's Life, a YouTube-osnak az életem. Többen kérdeztétek, hogy lesz ebből a játékból videó, és én mindenkinek azt mondtam, hogy nem lesz, mert a YouTube Tycoon az elég volt, de ma rájöttem arra, hogy ha nem ebből készítek videót, akkor más már nincs időm letölteni, úgyhogy akkor nem lesz már a videó, úgyhogy inkább ezt letöltöttem, és lett már a videó. De lett már a videó, úgyhogy ez tök jó. Olyan játék egyébként, mint a YouTube Tycoon, néztem már belőle videót, egyet. Egy pro tip azoknak, akik most szeretnének elkezdeni YouTube-ozni, hogyha ilyen minőségű videókat fogtok feltenni, akkor az nem lesz jó. Még akkor se, hogyha Warcraft 3-ról készítetek. Még akkor se. Ez egyébként technikailag akár lehetne az összes Warcraft 3, mert hovaspálya is van, ilyen Barrens is van, jó, mondjuk ez valamilyen belső nézetes játéknak tűnik, de na, tök mindegy, új játék, New Game! És kifagyott. Yeah, nagyon szeretem, amikor felbontást vált, amikor a menü és a játék külön ablakban fut, és más a felbontás, és kifagy az egész, mindjárt jövök. Na, remélhetőleg akkor most már nem fog többet lefagyni a játék. Az a lényeg, hogy el kell készítsük saját magunkat. Ugye itt van a karakter. Fiúk leszünk, vagy lányok, én fiú leszek, és ilyen enyhén napbarnított fiú szeretnék lenni. Próbálom olyanra készíteni, mint amilyen a valóságban én vagyok. Nyilván én egy ilyen kicsit ilyen Metal Gear-os Snake vagyok, és ugyanakkor a szemem az ilyen boci, zöld boci szem... Ez egyre inkább kezd egy lányra hasonlítani. Szóval egy kicsit kínai zöld szemű fickó vagyok, enyhén nyuszi fogakkal, és kék láthatatlan szak... Vagyom, hogyha erre a... Oké, de kezdem már érteni itt a dolgokat. Szóval minden szerepjátékban zöld hajú emberem szokott lenni. De nem csak minden szerepjátékban, a valóságban is. Ez mondjuk egy kicsit ilyen wolf gnomnak néz ki. Szóval én pont így nézek ki a valóságban. És... És nem lehet... Aj, csak ilyen izéket lehet magamra venni, de ezek unalmasak. Kicsit reménykedtem, hogy egy zsidó sapkát is fel lehetne venni, de nem. De nyilván a zsidó sapkánál a snake stílus az sokkal jobban néz ki, a nyuszi snake stílus. Milyen ruhákban szoktam általában lenni? Ilyenben. Mindig ezt nem lehet más, nem lehet színezni. Várjunk, csak ezt lehet színezni. Azok mondjuk mindig fehér pólóban itthon rajtam. Fehér pólóban készítem a videókat, szóval fehér póló. És kellene egy fekete mackógatya, mert mindig fekete mackógatyában. Pont ilyen. Tehát nekem minden nap, amikor videót készítek, az egy ünnep. És cipő, hát az én cipőm egyre nincsen, nem szokott elszakadva lenni. Milyen cipőm van, a videó készítő cipőm mindig ilyenben készítem. Ezért nem tudom olyan finoman állítani az Assetto Corsa, a Project Cars-ban a gázt. Nem tudom, kikerült-e már a Project Cars-os rész, vagy még nem. Szemüveget szoktam-e hordani? Ezt szoktam hordani. Igen, tehát mondják azt, hogy voltam egyszer pszichológusnál, és azt mondják, hogy egy kicsit testképszavaros vagyok, de szerintem én a valóságban tökéletesen így nézek ki. Szóval, hogyha láttok egy ilyen embert az utcán, akkor gyertek oda, mert az én vagyok. Na nézzük, Superstar! Kiválasztom a személyiségemet. Superstar, te vagy a videóknak a mestere, a te egyetlen ambíciózod, az, hogy még több pénzt csináljál, minden megtekintő vagy, feliratkozó számít, vagy te a pénznek, a te pénz iránti vonzalmad az nem új, te egy üzleti szakértő vagy, és szeretsz minden centet végignézni, hogy generálják a videók, vagy szeretsz új emberekkel találkozni és szocializálódni, ez biztos nem én vagyok, új barátokat találni, és a te kedvenc hobbid az, hogy végtelen kontaktlistáid legyenek, ez nem én vagyok biztosan, sőt az előző kettőse. Te az életcélod az, hogy találj egy speciális embert, aki egészét tesz, és nem állsz meg addig, ameddig meg nem találod őket. A te lelkitársad az vár rád. Aha. Partiálod, jó, ezt el se olvassuk. Géniusz, jó, ez vagyok. Ez mi vagyok én egyébként? Tehát nem érdekel az, hogy mit gondolnak mások. Tanulni és tanulni új dolgokat, megtanulni izgalmas és könnyű. Jó, akkor becsukom a szememet, és ez vagyok.
Jó, itt állt meg, úgyhogy úgy, ez vagyok. Oké, na, mit szeretnénk a csatornára? Gaminget, mert csak más nem tudunk, írjuk be az nevünket. Hunlander. Adjuk meg a csatornánknak a nevét. Red Nalnuch. Tovább. Oké, ki fog fagyni a játék? Há, nem fagyott ki, mert menő voltam, és még idejében lepauzéztem a dolgokat. Mondani akartam, hogy ki ez a hülyén kinéző fickó, de rájöttem, hogy az én vagyok. Miért vagyok ilyen szépen fölöltözve? Na jó, mindegy. Azt mondja, hogy én kezdtem csinálni az én első videómat, van ez szoba. Én volt csak most költöztem be, enyém anyukával, és én múlt idő nem volt egy sok barátom. Soknak barátom erre, környéken itt. Vessünk egy pillantást arra, hogy mit tanultam. Jó, accept. Na, azt mondja, hogy middle buttonnal rotáljuk a kamerát, zoomoljunk be az egérrel, mozgassuk a kamerát jobb kézzel, balkattal, meg a... Oké, kész, mehetünk. Nagyon jó. Oké, accept. Jó, menjünk a polchoz, válaszunk egy videójátékot, amiből videót kellene, hogy készítsünk. Nem is tudom. Talán ezt, amelyik itt van, ezt a játékot szeretném. Empire Planet 2. Igen, itt is van egy kis tube tycoonos beütése a dolgoknak. Oké, válasszuk ki. Első, ja, nem csak gameplay tudunk, úgyhogy gameplay. Oké, bekapcsoltuk a gépet. Azt mondja, hogy webkamera. Nézzük csak, válaszunk egy munkaállomást. Egyes munkaállomás, 12 áram. 12 áram. Jó, webkamera, van-e webkameránk? Van egy alacsony felbontású webkamera, de utáljuk azokat a videósokat, akik webkamerában mutogatják az arcukat, és közben nagyokat grimaszolnak hozzá, csak azért, hogy több nézettség legyen, úgyhogy miért nem csinálunk. Mikrofon, válaszunk szűrőt. A no filter az igazán jó szűrő. Mono mikrofon. Miért? Ez milyen mikrofon az ott? Na jó, teljesen mindegy. Oké, is the configuration ready? Continue. Upgrade. 600 MHz-es 100% életű egy áram, de ugye most ez nem jó, mert nekünk ugye 12 áramunk van, és azt ugye el is fogyasztjuk. Jó, continue, hé, hey, jó, oké, okay, jó. Miért nem tudunk, menjünk vissza bele a gépbe? Hé. Hey. Na, úgy látom, hogy kezdődik a alfa verziós játékoknak a probléma, de fura, hogy jobbra húzom az egeret, akkor balra megy a kamera, az X tengely az meg van fordítva, és de zavaró, hogy nem arra megy a kamera, amerre szeretném, hogy menjen a kamera. Miért nem tudunk? Oké, na, settings, vagy recording. Hé, elindítom, és hogyha elindítom az időt, continue. Igen, érdekes, hogy itt nem tudok a continue-ra rámenni, sőt, most maga emberemet tudom mozgatni egyébként? Tudom mozgatni az emberemet, viszont nem tudok a géppel semmit sem csinálni. Úgy érzem, hogy egy kicsit lehet, hogy itt most elrontottam a dolgokat, és space... Nem, space-szel csak saját magamat teszem középre. Bekapcsolt a gép. Nehogy odavíj még véletlenül se. Jó, akkor úgy érzem, hogy itt az idő egy jó kis gép újraindításra, vagy legalábbis játék újraindításra. Oké, na, akkor itt is vagyunk. No filter, sőt, de ezt is muszáj beállítanunk. Aha, ezt is muszáj beállítanunk. Jó, akkor continue. Írjuk be a Empire Planet 2 gameplay. Nem. Empire Planet 2 gameplay. Hun. Nem hunő, hanem hun kötőjel. Ebben mi van? Ebben Empire meg Planet, tehát akkor ez lesz bolygó. De várjunk, bolygózás az már nem, a marsozás volt az a marsos játék, úgyhogy ez bolygózás lesz. Oké, kezdés, és oda megyünk a nagy hülye szemüvegünkkel, leülünk, fölveszünk a fülhallgatót, és elővesszük a kontrollert, és játsz. És ez tényleg egy stratégiai játék. Hol van Magyarskoy? Sőt, hát mi ez? Ott van Németország. Úgy látszik, hogy Olaszország bekebelezte Ausztriát és Svájcot is. Magyarskoy pedig ott van. És 6-5. Ja, várjunk, vicces. Mi könnyű. Egy vicces kommentet betolunk, egy könnyű kihívással álltunk szemben. Oké, azt mondja, hogy betöltési képernyő egy tanáccsal. Off-topic, vicces komment, énekelés. Beszéljünk off-topic dolgokról. Ja nem, nincsen ötletpontom rá, úgyhogy akkor kénytelenek vagyunk tovább menni. Oké, na!
Azt mondja, hogy van egy felvételünk, nyilván jó lenne, hogyha hozzáadnánk egy címet. Elé nem tudunk. Persze, meg adjunk neki, színezzünk is rá egy picit. Oké, feltölteni 4 óra, lerenderelni 4,5 óra, ez még rosszabb, mint az itthoni internettel. Videó minősége 1-es, tartalom 8-as, szerkesztés 1-es, és egy csomó mindenből új szintre léptem. Oké, rakjuk ki a videót, és akkor várjuk azt, hogy beinduljunk. Persze. Én tesztelem minden hónapban tesztet írok, úgyhogy még tanulnom is kell. Jó, oké, ahhoz, hogy elmenjek az iskolába, csak ki kell mennem az ajtó. Ahhoz, hogy te bent laksz az iskolában? Ahhoz, hogy elmenjek az iskolába, csak ki kell menjek az ajtón. Oké. De rossz lehet az iskolában lakni. Három pozitív, egy negatív komment. Nézzük a kommenteket. 4-en megnézték, és 0,01 dollárt kerestünk. Érdekes, mert amikor az én videóm jött 1000-en nézik meg, én akkor keresek ennyi pénzt. Én mindig megnézhetném, hogy én a teszteimmel hogy állok, nem érdekelnek a tesztjeid. Én nekem nem kell elmennem a otthonomból ahhoz, hogy vásárolni tudjak. Álomvilág! Használd a PC-t arra, hogy vásárolj. Go shopping! Na nézzük. Amazing on PC World. Majdnem PC guru, a konzolszed, mobilok, fúj, mobilok, oda biztos nem megyünk. Nézzük a PC World-et, hogy itt mi újság van. Na, azt mondja, hogy árammal fizetünk, mert ugye egyébként mi egy nagy energiaszolgáltató vagyunk. Ja nem, árammal, vagy mi pénzzel fizetünk, preció. Ez egy preció, ez nem lehet rendesen lefordni, ez nullába kerül? Ja, mert ezeket már megvásároltuk, jó. Most nekem muszáj valamit vennem? Vagy oké, én ezt tudomásul vettem, nagyon jó, és jó jegyet kell összeszednünk. Jó, videókészítés alapjaival már tisztában vagyunk. Vásárlás, vegyünk fel egy új videót a Empire Planet-ről, megint. Gameplayt, start videó. Na nézzük, hogy most hátha menőbbek tudnánk lenni. Oké, alacsony felbontású kamera, ugye ezek pedig nincsenek, úgyhogy continue. Azt mondja, hogy legyen az a címe most neki, legyen egy megtévesztő címe, legyen az, hogy Russian Car Accidents and Girl Fail. Ugye ez a Tube Tycoon-nál mindig nagyon jól bejött ez a videó cím, úgyhogy majd aki rákattint, az meg majd jó megjárja, hogy ha nem is az. Azt mondja, hogy a játéknak az intro-ja nem vicces komment, egy off-topic, vagy egy vicces komment. Nem, én szeretem a nem vicces kommenteket. Oké. Következő. Azt mondja, hogy a te bázisodat megsemmisítették, miközben megtámadtad az ellenséget. Éneklés, off-topic vagy egy vicces komment? Énekeljünk. Mert az legalább idegesítő egy videóban. És aztán next! És akkor most jól össze tudjuk rakni a videókat, úgyhogy nem. Ezt a videót rakjuk előre, utána ezt meg ide, és... Ja nem, ez így nem jó, de még mindig jobb, mint hogyha fordítva csinálnánk. Úgyhogy így, nem 100%-osan összepasszoló videók, de attól függetlenül egész jó. És akkor töltsük fel, és megjelent a Great Sailor Hunter nevű játék is, úgyhogy fú, itt lesz a nagy alkalom, amiből a következő videót majd el tudjuk készíteni, úgyhogy ezt itt ki is rakjuk, és nézzük, hogy milyen, jó igen, most renderelődik, és közben bejött az édesanyánk, és nem tanultál semmit, remélem, hogy ezen a héten jobb leszel. Tudod azt, hogy alkalmi munkával is készíthetsz lehet pénzt szerezni, vagy mit tudom én, hogy ez mit jelent. Minden esetre egészen addig, ameddig feltöltődik, addig gyorsan elmegyünk, aztán tanulunk egyet, és mikor feltöltődött, akkor pedig visszajövünk. Elég érdekes mechanizmus egyébként ez az időgyorsításra. Össze kellene szednem valahonnan egy jó jegyet. Micsoda? Csináld meg a... Menj át a tesztel, úgyhogy akkor az anyukád az nem lesz őrült, nem fog nagyon berágni ránk. És tök jó... pozitív kommenteket kaptunk. A legjobb videó a forgatókönyve Lorenzo.
senki kiírja alá a kommentjeit. Milyen meglepetés, én nem számítottam egy Empire Planet 2 gameplay videóra. Jó, hogy nem számítottál, mivel nem is ez volt a címe. Én az első Hell PC videóidra számítottam. Miért számítottál arra, amikor annak sem ez volt a címe? Kiszerkesztette a videót, ez olyan rossz. Az Empire Planet 2 gameplay videók egy csomó érdeklődést generálnak. Látszik is, 5-en, 6-an nézték meg, 8-an nézték, 9-en nézték. Miért nézik meg ennyi ilyen 20-an? A második videót? 30, na jó, oké, hagyjuk már. Feliratkozás. Yeah! Megcsináltam valamit, de minden esetre a jó jegyet az biztosan nem. Menjünk el vásárolni. Na, de ilyen azért a valóságban nincsen. Tehát én azért jó pár hónapon keresztül csináltam itt a videókat ahhoz, hogy mondjuk a 100-ba belemenjünk. Menjünk el vásárolni! Vegyünk egy játékot. Nézzük csak, mennyi pénzem van. $100 van. És melyik játék jött ki? Nézzük, mert ezek jók szoktak. Half-Life 2, igen. Mystic 5 End of Seasons, ez nem tudom, hogy micsoda. Warbanner 30,000 Dawn of Battle, oké. Okay. Ugye Warhammer 40k. LOL, az oké. Okay. Occult Eyes. Aha, Quiet Bedtime. És Psychodating Call. Long Awaited Game Alien Hillbilly az megnyílt, vagyis kirakták, nézzük a top eladottokat. LOL. Vegyünk egy LOL-t. Oké, okay, és bye. Oké, okay, ez 4,8 óra múlva itt lesz, addig pedig válasszunk ki egy játékot, tehát nyilván megint az Empire Planet 2-t, és akkor kezdjük el a videónak az elkészítését, nyilván sok minden nem tudunk csinálni, úgyhogy ennek pedig legyen az a címe, hogy ne nézd meg, mert rossz. Oké, okay, next. Ez is egy jó cím lehet. Na nézzük! Azt mondja, hogy egy nehéz feladattal állsz szemben, boldog kifejezés, gyilkos tekintet, vagy egy nem vicces komment. Gyilkos tekintetet vágunk, látjátok, ilyen gyanyuszi gyilkos tekintetünk van. Aztán először az első játék megtanulod, hogy hogyan kellene játszani. Egy boldog kifejezést vágjunk, mert végre megtanuljuk, hogy hogyan kellene játszani, és tovább. Jó, na nézzük, és ezek viszont teljesen össze is illenek egymásba, tökéletesen, bárhogy is állítjuk őket, ez azért eléggé pozitív. Adjunk neki színt, adjunk neki színezést, és nézzük, 39%-os az érdeklődés iránta, ami annyira nem menő, viszont úgy látszik, hogy karakterünk az folyamatosan fejlődik, oké, fejlődött egy kicsit gyorsabban, nyilván kitesszük a videót, és megjött a dobozunk, amiben benne van valószínűleg a LOL, így is van. Oké, az bekerült, mi pedig addig, ameddig publikálásra kerül a videó, addig pedig húzunk, mert tanulnunk kell arra a vizsgára, vagy mire. Január 10-én tartunk, úgyhogy technikailag még lehet is vizsgai időszak. Oké, visszajöttünk, és még mindig a feltöltés fázisában vagyunk, úgyhogy tök jó, hogy visszajöttél, nézd meg, hogy már mindjárt kész a feltöltés, aztán menjél vissza is. És sírva menjél vissza, mert tudod, hogy majd még tanulni kell. Na nézzük, itt most azért egy kicsit több negatív komment érkezett, na nézzük, hogy mi baja van az embereknek a videóval. A legjobb videó a forgatókönyv, ezt már mondtad. Ezt is mondtad. Én szeretem az Empire Planet 2 gameplay videókat, nagyon érdekesek. Még akkor is, hogyha neked megvan a legjobb forgatókönyved a világon, a videó felvételnek a minősége az szomorú. Hogyha ez az ember a YouTube-bal foglalkozik, akkor én Batman vagyok. Desiree, nem vagy Batman, hanem Desiree vagy. Elrontottad. Én viszont a YouTube-ban foglalkozok, nézzük meg, hogy mekkora nézettséget fog elérni. Tudunk az időn gyorsítani? Úgy látszik, hogy nem tudunk az időn gyorsítani, viszont... igen, éhes vagyok, jó, oké, meg szomjas, meg itt az idő aludni, és úgyhogy lefekszünk aludni. A videók pedig közben pörög itt a nézettség, ha bár mondjuk annyira nem pörög a nézettség, mint amennyire akár pöröghetne is a nézettség, viszont minden esetre pörög is, mert összesen 164 megtekintésem van, 170 és 38 feliratkozó a harmadik videónál. Szerintem, amikor a YouTube elindult, szerintem akkor az első YouTube videósoknak lehetett ilyen, vagy lehettek legalábbis ilyen adataik, de hogy ez mostában nem így működik, az teljes egészében biztos. De belementünk a 100-ba, úgyhogy most aztán nagyon királyak vagyunk, nagyon jók vagyunk,
Én viszont most úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy elbúcsúzunk egymásról, köszönöm a figyelmeteket, itt a kerek 100 nézettsége, jobb oldalon fölül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a teszegetős sorozatok a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is, úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, Mulander voltam. Sziasztok!